Szégyenlősek voltak az őcsényi óvodások, amikor meglátták a kamerát, pedig nincs okuk panaszra, az intézményüket ugyanis most újították fel a Magyar Falu programnak köszönhetően. A több mint 40 millió forintos beruházás során korszerűsítették a fűtési rendszert és a tornaszobát, a bejáratnál építettek egy előtetőt, a parkolót bővítették és a kerítést is újra cserélték. Másik szemedet csukott, azaz! Az átadón Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a hozzátartozó 14 faluból tavaly valamennyiben fejlesztettek a Magyar Falu pályázatainak köszönhetően. A 14 településen 2022-ben 44 projekt valósult meg a Magyar Falu programnak köszönhetően, több mint 550 millió forint értékben. Ugye most Őcsényben vagyunk az itteni óvoda korszerűsítése, illetve felújítása kapcsán. Itt erre a programra mintegy 33 millió forintot nyert el az önkormányzat az óvoda energetikai korszerűsítésére, valamint az óvodához köthető alapítvány még további 6 millió forintot nyert el. Összességében a beruházás értéke önkormányzati önerővel együtt mintegy 45 millió forintba valósult meg. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy a program 2018-as indulása óta országosan már több mint 1000 milliárd forintot költöttek el fejlesztésre a kis települések. Ez pedig a demográfiai adatokon is meglátszik, hiszen például Őcsény esetében nemhogy fogyna, de nő is a lakosság szám. 2900 olyan kis település van Magyarországon, amely érintett a Magyar Falu programban, 5000 lélekszám alatti település, és ezen településeknek a döntő része, körülbelül 2500 olyan település van, amelynek a népesség száma az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, nagyobb arányban csökkent egyébként, mint az országos átlag. És a program egyik legfontosabb eredménye, hogy ezen települések közel, vagy akár már lassan több mint felénél megállt ez a tendencia, és most már nem csökken, hanem növekszik a népesség szám körülbelül 1200-1300 településen. További eredmény, hogy azon településeknél, ahol még ugyan csökken a népesség szám, de ott is lassult a csökkenésnek az üteme. És jó eséllyel ehhez közel van a Magyar Falu programnak, leginkább a falusicsoknak, a Magyar Falu program otthonteremtési lábának. Fülöp János, a település polgármestere azt mondta, a községben mostanra több mint 2400-an laknak, és alig van eladó ingatlan. A terveik között szerepel egyébként, hogy három útszakaszt még az idén felújítanak, ezzel pedig a teljes hálózat rekonstrukciója megvalósulna.